Szervusztok! Ismét Angelika Habpatron vagyok a saját csatornámon. Mai videómban a magyar nyelv szépségeiről fogok nektek beszélni. Ez az anyanyelv, és mindenki ugye kirepül az anyai fészekből, és akkor elkezd más nyelveket csipogni. Most nem nagyon tudunk semmára repkedni, a repülőterek is bezártak. Úgyhogy érdemes visszamenni az anyai nyelvfészekbe, vagy kisöprögetni a házunk táján. A magyar nyelv az egy nagyon különleges nyelv, azért is beszéljük ilyen kevesen, mert nem nagyon értik. Tök más ABC-nk volt, mert ezt, ahogy így bejöttünk ide a medencébe, akkor kezdtük el fölvenni ezeket az arab számokat, meg a latint, de valójában a mi írásunk a rovásírás, amit ilyen botokból állítottak össze. A rovásírás jeleit eleve visszafele kell olvasni, tehát jobbról, balról, jobbra. A magyar nyelv az egy ragozó nyelv, tehát nem azt mondjuk, hogy iniskolába, nem kell ott az elején variálni, hogy most akkor hogy is mondod, mit mondod, tehát sokkal logikusabban működik, mint más nyelvek, amik ilyen akadozva gondolkoznak, hogy előbb kigondolja, hogy ba, iskola. Míg egy angol ember kitalálja, hogy mit akar mondani, addig mi már elmondtunk egy csomó mindent. Vannak határozók, mienséghatározó, helyhatározás, kisnövényhatározó, de ugye az csak akkor használjuk a mondatokba, hogyha növény van benne. Vannak olyan szavak, amiknek más a jelentésük, de ugyanaz a hangalajukjuk. Hajcsatok, ugye, mert ez egybe jelenti a hajcsatot is, meg azt, hogy a lovakat hajtsátok, hogy hajtsatok. A nyúl, meg a hogy valamiért nyúlsz, de lehet, hogy úgy alakult ki, hogy ott volt ugye egy nyuszi, és akkor valaki meg akarta fogni, és akkor közben mondta, hogy nyúl, és aki meg értette, az meg azt gondolta, hogy erre a mozdulatra gondol, mert a nyuszi olyan gyorsan elszaladt, hogy azt már nem is látta. Kicsit megújíthatnánk a magyar nyelvet is, hiszen rengeteg jövevény, szorvány szó jött be hozzánk. És ezeknek valójában vannak helyes magyar megfelelői. Rengeteg automárka van, ezeket is lehetne magyarosítani. A Hyundai lehetne Hunyadi, van a Merci, azt köszönömre nyugodtan lefordíthatjuk. Smart, ugye okos. Vannak ilyen női márkák, amiket szeretünk, ez az Intimissimi, az például lehetne, hogy Imi Timit Simiz, vagy Im It Timi Simiz. Valamit. Vannak olyan külföldi szavak, amiket nagyon könnyű összekeverni, és ezt is érdemes lenne magyarosítani talán. Az egyik ilyen dolog ugye a pacemaker, amit a szívbe ültetnek be, és ilyen kis billentyű, ami így mozog, az meg lehetne poszméhek, mert az is így zizegott. Könnyen megjegyezni úgy földrajzból is bizonyos városneveket, hogy azt is így magyarítva van. Stockholm, ugye azt például lehetne Istókhalmának hívni. Kopenhága, az ugye Kappenhágó. Brüsszel, az a Brüsszel, Habcinak lehetne nevezni. Szentpétervár, az mondjuk már eleve magyar. Tehát vannak azért erre példák, sikerült valamiket átvinni, még az oroszokon is. Rengeteg olyan szó van, meg olyan alkalmazás, például most már telefonunkon, amit simán lehetne magyarosítani. Ott van például a WhatsApp, azt lehetne WhatsApp-nak hívni. Van az iPhone, az lehetne, hogy az én telefonom, iPad, az én padom, iMac, azt lehetne iMac-nek, az Acer, az lehetne Acer, az Ikert például lehetne átnevezni Shamli-nak, vagy mondjuk ahogy ők hívják a termékeiket, lehetne Shamli. Arra is nagyon kell figyelnünk, hogy mi magunk is hogy újítjuk meg a nyelvet, mert sokszor butaság az, amiket kitalálunk, hogy például a zöldségesnél ki van írva, hogy Kovi Ubi, ami valójában leginkább ugye egy pornóipari termék lehet, mert a kovászos uborka az kovászos uborka. Remélem sikerült felfrissítenem a nyelveteket, és újításra ösztönözni benneteket, és írjátok meg, hogy nektek milyen ötleteitek vannak arra, hogy hogyan reformálhatnánk meg a ma szép ma magyar nyelvünket. Sziasztok! Ha van kedvetek, iratkozzatok fel, és legyetek tagok a csatornámon!